napot kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Köszönjük, hogy eljöttetek a mi gyermek szombatiskolánkhoz. Én vagyok a Tomi bácsi, és ez a kis angyalkánk, és az édes Pivi néni. Énekeljük, hogy én kedvel jövök szombaton! Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát. Köszönjük, hogy tanulhatunk rólad. Kérjük, hogy segítsed, hogy megértsük a mai Biblia leckét. A Jézus nevébe kérjük ezt. Amen. Angyalka, melyik szezonban vagyunk most? Nyárban vagyunk. Nyárban vagyunk. És nyárkor hova szeretünk menni? Tenger. A tengerhez szeretünk menni, igen. Oké. Én kénk, hogy a tenger ül. Jézus a tengernél. Látjuk, hogy ő szeret minket, amikor látjuk a szép halakat, amit teremtett nekünk. Pici halakat, nagy halakat, sárga halakat, és csíkos halakat, pöttyös halakat, kék is, zöld is, narancs halakat. Mindenfajta szép halakat teremtett Jézus. Jézus teremtette a rákot. A rák magával hordozza a házát. Egy ilyen kajdlóban lakik a rák. És hogyha a fülethez tartod, akkor úgy hangzik, mint a tenger partja. Nézd, mi más teremtett Jézus. Jézus teremtette a dolfinokat. Ők szeretnek játszani együtt, és együtt úsznak a családjukkal. Jézus teremtette teknős békát. A tengerben lakik ez a teknős, és úgy néz ki, mintha lassan repülne a vízbe. Okay. És ez mi? Tudod, hogy hívják ezt? How do they say this one? Tengeri csillag. Igen. Ezek a tengercsillagok. Teremtett kéket, lilát, pirosat, mindenfajta szép tengeri csillagot teremtett Jézus. Anything which meaning might you change? Anything which
sétálni, menjünk ma együtt sétálni, hogy lássuk, mit adott Isten. Az a neve, hogy Isten válaszolt Annának imájára. Jézus népe az új országokban élt. Szerették Jézust, de nem jártak templomba, mint mi. Egy gyönyörű sátorba mentek. Az arany bárka a sátorba volt. A két kő, amin a boldogság szabály van, a boldogság szabály voltak írva, szintén ott voltak. Egy különleges pap gondozott a gyönyörű sátorra. Éli volt a neve. Amikor az emberek a sátorhoz jöttek, Éli Jézusról tanította őket. Egy nap egy hölgy jött a gyönyörű sátorhoz, akit úgy hívtak, hogy Hanna. Hanna szerette Jézust, de ő nagyon szomorú volt. Gyermeket szeretett volna, de férjével nem született gyermeket. Ha adsz nekem egy kisfiút, imádkozott Anna Jézushoz, megígérem, hogy megtanítom őt téged szeretni. Visszaadom neked, addig lesz a te segítőd, amíg él. Jézus válaszolt Annának imájára. Anna egy édes kisfiút született. Itt van a kisfia. Anna Sámuelnek nevezte el a kisfiút. Anna megtanította Sámuelt szeretni és engedelmeskedni Jézusnak. Anna megtanította Sámuelnek a boldogság szabályait. Nagyon jó segítőnek tanította Sámuelt. Amikor eljött az ideje, hogy Anna betartsa az ígéretét, elvitte Sámuelt a gyönyörű sátorhoz. Sámuel Élivel fog élni, és őt fogja segíteni. Hanna egy különleges kabátot készített Sámuel számára. Aztán minden évben, amikor Sámuel nagyobb lett, Hanna hozott neki egy új, nagyobb kabátot. Éli, a főpap, nagyon szerette Sámuelt. És Sámuel sokféleképpen tudott segíteni Élinek. Feladatokat intézett, rendbe és tisztán tartotta tudott tartani a gyönyörű sátrat. Megtette a más dolgot, amit Éli kért tőle, és
Egy éjszaka Sámuel az ágyába feküdt. Nézzük, hogy van róla egy kép. Az ágyába feküdt, és akkor, amikor a nevű, az ágyába feküdt, amikor a nevét egy hang hívta. Sámuel, szólította meg a hang. Sámuel azt hitte, hogy Éli hívta. Talán Élinek szüksége van volt a segítségére. Gyorsan felkelt, és gyorsan Élihez szaladt. Itt vagyok, mondta Sámuel. De Éli azt mondta, hogy nem hívtalak. Menj vissza az ágyadba, és feküdj le. Tehát Sámuel visszament az ágyába. Hamarosan a hang újra hívta. Sámuel felkelt és futott Élihez. Itt vagyok, mert hívtál, mondta Sámuel. Nem hívtalak, fiam, mondta Éli. Sámuel ismét visszament az ágyába, és a hang ismét a nevét szólította. Végül Éli tudta, hogy ki hívta Sámuelt. Jézus hívta. Mit mondott Sámuelnek, amikor Jézus újra hív, felhívja? A Biblia azt mondja, hogy az első Sámuel 3:9-ben, hogy mondta ezért Éli Sámuelnek, menj el, feküdj le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel visszament az ágyába, és hallgatott. Amikor a hang újra felhívta, készen állt a válaszra. Szólj, Uram, mert hallgatja a te szolgád, mondta Sámuel. Jézus sok fontos dolgot mondott Sámuelnek. Reggel Sámuel mindent elmondott Élinek, amit Jézus mondott neki. Sámuel kicsi volt, de már különös segítője volt Jézusnak. Gondolod, hogy Jézus azt akarja, hogy segítője legyél számára? Igen. Megkérjük Jézust, hogy segítsen nekünk az ő különös segítője lenni? Igen. Akkor mondjuk a mi aranyszövegünket. Szólj, Uram! Szólj, Uram! Mert hallja! Mert hallja! A te szolgád! A te szolgád! Első Sámuel! Első Sámuel! 3:9. Ügyes! Mondjuk megint! Szólj, Uram! Szólj, Uram! Mert hallja! A te szolgád! A te szolgád! Első Sámuel! Első Sámuel! 3:9! 3:9! Ügyes! Mit énekeljünk? Oké, énekeljünk, hogy ki teremtette ezt a világot. Ki teremtette ezt a világot, ezt a világot, ezt a világot. Ki teremtette ezt a világot, az Úristenek. Ki teremtette a kék tenget, a kék tenget, a hullámzó. Énekeljük, hogy örülünk, hogy Isten szeret minket. Örülünk, hogy Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örülünk, hogy Isten szeret minket.
szeret minket, szeret engem. Örüljünk, hogy Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örüljünk, hogy Isten szeret minket, szeret engem. Énekeljünk, hogy ahogy szeretem Jézus. Drága mennyi atyánk, köszönjük a történetet a Sámuelről és Hannáról. Kérjük, hogy segítsél minket, hogy mi is a te különleges segítői legyünk. Mindezt a Jézus nevébe kérjük. Amen. Oké. Énekeljünk, hogy az osztályunk meg végét. Viszlát, viszlát, légy hű és kedves.